Azzal kezdeném, hogy én nagyon sokáig gondolkodtam, hogy hogy szeretnék szülni, és akkor én már nagyon sok mindent elolvastam arról, hogy hogyan lehetne természetesen szülni, és természetes szülést szerettem volna, és természetes szülésre készültem. És ezért aztán így sok gondolkodás után egy olyan kórházat választottam, ahol alternatív szülőszoba van, kényelmes, minden adottság megvan ahhoz, és ezt is ígéri a kórház, és ezt is hirdeti magáról, hogy ha jól megy a szülés, akkor minden nemű beavatkozás nélkül szülni lehet. És végül egy olyan doktornőhöz kerültem, aki azt mondta, hogy minden tud, amit ez a kórház az alternatív, úgynevezett alternatív szülésről, inkább természetes szülésről tudhat, és ő mondta nekem, hogy megadja ezeket a lehetőségeket. Este ben voltunk vizsgálaton, és olyan 9:30 felé én éreztem fájásokat, és az egész éjszaka egy nagyon-nagyon kellemes, nyugodt vajudással telt el. A férjem aludt, és én szépen egyedül, úgy, ahogy én ezt úgy olvastam a könyvekben, meg ahogy gondoltam, hogy nem kell sietni, szépen erre ráhangolódok. Amikor már olyan hajnal 3:30-4 felé, úgy azért 3 percenként jöttek már azok a fájások, és már úgy tényleg erősödtek, akkor fölkeltettem a férjemet azzal, hogy menjünk be. Választott szülésznőt felhívtuk, ő is mondta, hogy azonnal pakol és jön, tehát úgy nagyon simán indult ez az egész. Aztán az már érdekes volt, hogy a választott szülésznő mondta nekem, hogy ő akkor most ad nekem beöntést. És hát mondtam, hogy hát nem ezt beszéltük meg, hát azt beszéltük meg, hogy nincs beavatkozás, én az éjszaka során kitisztultam, tehát úgy érzem, hogy nincs szükség beöntésre, meg lehetett őt erről győzni, de megint csak jött egy olyan pont, hogy mi is van akkor igazából. Beültem a kádba, és akkor bejött a doktornő, aki ügyeletes volt aznap éjjel, és mondta, hogy jaj, hát Claudia, nagyon örülök, hogy ilyen jól halad ez a szülés, de ha mégse haladna jól, akkor burkot repesztünk. Ez megint egy ilyen furcsa dolog volt, hogy hát ha azt beszéltük meg, hogy nincsen beavatkozás, akkor most miért kell itt a burokrepesztéssel jönni, mikor egy láthatóan jó haladó szülésről van szó. Ez még hozzátartozik, hogy még a liftbe mondtam a férjemnek odafele menet, hogy ha valamilyen beavatkozást akarnak, akkor kérlek, ne hagyd. És ez is egy olyan érdekes pont volt nekem utólag, hogy mintha úgy mentünk volna be abba a kórházba, hogy harcolni megyünk. Tehát, hogy mintha nekünk nagyon erősnek kéne lenni abba a dologba, hogy ellen tudjunk állni itt minden kísértésnek és kényszernek. Az nagyon jó volt, hogy a szülésznő kiment, és mindenki kiment, és magunkra hagytak kettőnket. Engem borítottak el ezek a fájások, egyre erősebbek lettek, és egyszer csak elfolyt a magzatvíz, az egy ilyen iszonyatosan erős érzés volt, és akkor annyit mondtam a férjemnek, hogy akkor hív be őket. Ez azért már egy olyan pont volt, ebben a pillanatban indultak a tolófájások, mikor az ember tényleg elborítja a fájdalom, és valóban egy ilyen módosult tudatállapotba kerül, és egy ilyen félelem, és szorongás, és mi lesz most, és nem élem ezt túl, és ez a rémület, meg ez az iszonyatos fájdalom, és ebben a helyzetben valamilyen egészen furcsa, tehát számomra nagyon idegen attitűdöt tapasztaltam az ő részükről. Ez meg a dönts el, hol akar szülni, üljön már le, jöjjön ide, nem lehet így szülni, nem akar inkább az ágyra lefeküdni, akkor én nem tudtam már beszélni, csak úgy oda a szülőszékre leültem, és intettem, hogy nem. Hát a gátvédelem az nagyjából kimerült abból, hogy ott a szülésznő valami módon az ujjával kicsit erőszakosan megpróbálta tágítgatni a gátamat. Az egyik tolófájásnál után mondták, hogy itt mindenképp szükség van gátmetszésre, mert én valami olyan szóra emlékszem, hogy hegesedik, de lehet, hogy ez egy másik, nem tudom pontosan, de az volt a lényeg, hogy mindenképp kell gátmetszés, mert különben itt nagyon nagy baj lesz. És akkor az történt, hogy én éppen nyomtam egyet, googoltam, a kislányom nagy lendülettel jött, és ebbe a pillanatba vágtak bele a gátamba, ami ugyanavval a lendülettel tovább repett. És akkor ebben az egy lendülettel, ebben az egy metszéssel a kislányom valósággal kirobbant belőlem. Egy mozdulatlan kék kis uborkát láttam ott magam előtt, akit abban a pillanatban felkaptak és elvittek. És ez a rémület, hogy és hát az, amit utólag megél az ember, a második szülésemnél megéltem, hogy egyszer csak elmúlik a fájdalom. Itt pont nem az történt, hogy elmúlt a fájdalom, hanem valami iszonyatosan fájt maga ez a gátsebb, és a rémület, hogy hova viszik a kislányomat, ez egy ilyen nagyon, nagyon rossz, és félelmetes, és bizonytalan érzés volt.
És az már egy nagyon-nagyon rossz és nagyon kiszolgáltatott élmény volt, hogy ott miközben engem vartak, és én ott hát féltem és fájt, és egy nagyon rossz helyzetbe éreztem magam, akkor ott bejött a professzor, akkor ott heherésztek, röhögcséltek, tehát valóban azt éltem meg ott, hogy egy tárgy vagyok ebben az egész rendszerben. Hát másnap délig aludtam nagyjából, és akkor fölhívtam a csecsemősöket, hogy hát itt szeretném látni a lányomat. És erre mondták, hogy hát annyi gyerek született az osztályon, hogy ők nem tudják nekem kivinni, hanem menjek érte be én. És hát ezt se tudom elfelejteni, hogy egy ilyen friss gátsebbel, amikor az ember csak derékszögbe tud közlekedni, és az ágyról lemászni is, a nagy magas kórházi ágyról lemászni is egy iszonyatos kínlódást okoz. Így szó szerint derékszögbe elbotorkáltam a csecsemőosztályra. Ott kinyitottam az ajtót, ott emlékszem, hogy nem volt senki, csak ott a sok kisbaba feküdt egymás között, és ez egy ilyen ijesztő és szörnyű érzés volt az, hogy most vajon melyik, hogy ebből az, hogy itt van egy rakás gyerek, és ebből bármelyik lehet az enyém. Nem alakult ki az az érzés, ez a kötődés, hogy miért nem volt velem ez a gyerek eddig. És hogy én most neki kell álljak, és megnéznem a kis cédulákat, amíg megtalálom az ő nevét, és hát ez így is történt, és akkor utána már akkor áttoltam magamhoz. De én ezt így, ez a korai kötődés szempontjából, én ezt egy nagyon traumatikus élménynek éltem meg. És utána a dolognak a utótörténetéhez még annyi tartozik hozzá, hogy én hát heteken át csak tényleg ez a derékszögbe közlekedés volt, és akkor ez a seb ott beödémásodott, akkor újra kellett, akkor varratszedés. Amikor visszamentem 6 hetes kontrollra, akkor az orvosnőm, ez akkor megkérdeztem tőle, mert hát akkor még nagy fájdalmakkal voltam, hogy miért lehetett ez így. Következőt mondta, azt mondta, hogy az a baj, hogy én ülve szültem, velem volt a gond, hogy én ülve akartam szülni, mert ez az ülve szülés, ez nem kedvez tehát, hogy emiatt ő nem tudta a gátmetszést rendesen megcsinálni. Azt mondta még, hogy nyugodjak bele, hogy ez már soha nem lesz a régi. És a harmadik mondata az volt, hogy biztos, hogy a következő szülésemnél is gátmetszésre lesz szükség. Amikor a második szülésemre készültem, akkor elmeséltem ezt a történetet Gerép Ágnesnek, és mondtam neki, hogy hát én nekem azt mondta az orvosom, hogy nekem mindenképp gátmetszésre van szükségem, mert hát én egy olyan nő vagyok, aki nem tud normálisan szülni, és akinek nem működik úgy a szervezete, ahogy kell, és hát ehhez képest a kisfiam az minden nemű gátmetszés nélkül, minden aktív gátvédelemmel, minden nemű gátfájdalom nélkül született meg, és a szülése másnapján ülni tudtam, ülve szoptattam, asztalnál ettem, és ez a dolog, azt gondolom, hogy ez a második szülés ilyen módon begyógyította ennek az első szülésnek a rossz emlékeit.